jelentősen. Rók szerint azonban a statisztika csalóka, mert a számok alapján még mindig Hargita megye a legbiztonságosabb Romániában. Hargita megyében 1990-ben 184 bűnesetet jegyeztek fel, 2009-ben már 1517-et. Így a statisztika szerint itt növekedett a legnagyobb ütemben a bűnözés. Ez az adat azonban önmagában megtévesztő lehet, vélik a rendőrök. A statisztikában ugyanis egy kalap alá vették a kisebb lopásokat, közúti, gazdasági bűncselekményeket, például a gyilkosságukkal. Beszélni kell kis és nagy bűnesetekről. Elmondhatom, hogy az erőszakkal elkövetett kiemelt bűnesetek számát tekintve az országos átlag alatt vagyunk. Hargita megye az utcán elkövetett bűnesetek számát tekintve az utolsó a nemzeti rangsorban, ugyanakkor az összes bűnesetek számában is sereghajtók vagyunk. A szóvivő szerint a leggyakoribb bűncselekmény a lopás. Lopnak lakásból, autókból, üzletekből. Persze a legtöbb esetben a nyitva hagyott ablakok, ajtók könnyítik a tolvajok dolgát. Vagyis a helyiek még nem szoktak hozzá, hogy az eddig biztonságos környéken ma zárni kell az ajtókat. A hozzáértők szerint a gazdasági gondok idején mindig romlanak a bűnözési statisztikák. Hargita megye Románia szinten a legbiztonságosabb megyék közé tartozik, ha nem a legbiztonságosabb. Természetesen egy ilyen jellegű statisztika, mely, mint minden statisztika, érdekes beállításba helyezheti a tényeket, egy elemzést tesz indokoltá. Mindenféleképpen azt láthatjuk, hogy a gazdasági válságnak országszinten, Európa szinten mindenütt van egy olyan behatása, hogy a kriminalitás valamiféleképpen növekszik. A megyei előjárók szerint a statisztika nem csak emiatt valódlan képet mutat, hiszen a többi megye bűnözési adatai is komoly növekedést mutatnak a kérdéses 20 évben. Csak hogy Hargita indult a legalacsonyabb adatokkal, és most kezd bizonyos bűncselekmények tekintetében a többi megyéhez felzárkózni. Ugyanakkor nagyon óvatosan kell bánni az ilyen statisztikák értelmezésével. Komoly károk érhetik ugyanis Hargita megyét, amely éppen most szerzett több millió euró uniós támogatást idegenforgalmi fejlesztésekre.